Hagyományokhoz híven idén is megrendezték Zombán a kétnapos fogadhajtó összecsapásokat július 13-án és 14-én. Hírnikül György, a Zombai Lovasklub Egyesületének elnöke értékelt az első nap végén. 2000-ben alakult egyesületünk 24 fővel, azóta olyan 130-140 fő az állandó létszámunk, és 23. alkalommal rendezünk fogadhajtóversenyt. Ez a fogadhajtóverseny olyan hagyományokra néz vissza, ahol itt megjelentek nálunk világbajnokok, Európa bajnokok, a fogadhajtás legendái, ami nagyon büszkék vagyunk, nagyon szerettek ide járni mindig, és megpróbálunk megfelelni azoknak a hagyományoknak, amiket az elődeink ránk hagytak. A mai nap nagyon nehéz volt, legfőképpen az időjárás miatt, 40 fokos kánikula, mindent megtettünk azért, hogy a lovak jól érezzék magukat a lehetőségekhez képest. Lómosót alakítottunk ki, többször voltak napközben mosva, a büfé üzemelt, hideg italok voltak, tehát úgy nézem, hogy azért át tudtuk vészelni ezt a napot. Nagyon nehezen sikerült ezt végigtenni, tehát lehetett látni ezt a lovak teljesítményén is, hogy ebben a nagy kánikulában nehezebben koncentráltak a hajtók is, a lovak is, de túl vagyunk rajta, és örülünk neki, hogy ez a nap lejárt. Este lesz egy kombinált hajtás, 22 órakor kezdődik, annak körülbelül 1:30-ig fog tartani hajnalba, és holnap pedig egy ügyességi verseny lesz, szabadidőlovas megméretetés, ahol 165 start lesz, ugyanilyen nagy melegben. Én remélem, hogy a holnapi nagy melegben is ugyanilyen jól tudjuk venni majd az akadályokat. Nagy meleg miatt nem jött el egy pár fogat, és megpörgettük úgy a napot is, hogy minél előbb haza tudjanak menni a fogatok, hogy hűsistálóba tudjanak lenni, és ne kínozzuk egymást tovább. A fogatok, arról el lehet mondani azt, hogy ez egy olyan sport, ami több éves rutin szükséges hozzá. A hajtóknak is kell ez a rutin, de hiába van neki jó rutinja, amikor egy kezdő fogattal megy. Tehát az is több év kell ahhoz is, hogy az a fogat és a hajtó összeszokjon. Itt lehetett látni nagyon régi hajtókat, fiatal lovakkal. Ők se tudtak most brillírozni, de viszont vannak rutinos lovak, idősebb hajtókkal, akik viszont hozták a tőlük elvárt eredményt. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője tűzte fel a szallagokat a legjobbakra, és adta át a trófeákat a büszke helyezetteknek.